A világot sújtó pandémia miatt immár a második húsvétot ünnepeljük a megszokottól eltérően. Idén is elmaradnak az érsekkerti nagy tömegeket vonzó események, azonban ezek most online térbe költöznek. A Kalocsai Művelődési Központ Facebook oldalán péntektől hétfőig minden nap több színes, érdekes és szórakoztató összeállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. Pénteken 9 órakor ünnepi fonott kalács készítés lesz, 14 órakor kerekítő foglalkozás, 16 órakor pedig a húsvéti képeslapkészítő versenynek lesz az eredményhirdetése. Szombati napon 9 órakor kézműves foglalkozás, 14 órakor húsvéti hagyományok, népszokások, 15 órakor pedig egy mese délután címmel lesz egy programunk. A vasárnapi nap 9 órakor tojásfestés, tojásdíszítés várja az érdeklődőket, 14 órakor a húsvéti hagyományok, népszokások a második rész lesz adásban, 16 órakor pedig a húsvéti locsolóversíró pályázatnak lesz az eredményhirdetése. A hétfői napon, április 5-én, 9 órakor kézműves foglalkozással, 14 órakor népzenei válogatással, 15 órakor pedig egy mese délutánnal várjuk az érdeklődőket. A programok elkészítésében sokan voltak a művházasok segítségére, így többek közt Pogrányi Miklós zenész vagy a kalocsai hagyományőrzők. Pécsi Edit, Vácz Péterné kerekítő foglalkozás vezető, a Kreatív Hobby Klub, Romsics Imre a Kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatója, a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár, a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület, itt Nagy Ferenc népi iparművész, aki tanítja az érdeklődőkkel a tojásfestést. Kalocsa város így mindenkit nagy szeretettel invitál a monitorok és a képernyők elé az ünnepi húsvéti hétvégén. A programok során megtekinthetjük a hagyományos tojásfestés lépéseit, betekintést nyerhetünk a fonott kalács készítésének rejtelmeibe, szívmelengető nótás műsort láthatunk, és többek közt fény derül a húsvéti képeslap készítő és a locsoló versmondó verseny győzteseire is. Az ünnepi programokat, műsorokat a Kalocsai Művelődési Központ Facebook oldalán lehet majd nyomon követni.